Hát üdvözöllek benneteket, Volás Cibola Eleonóra vagyok, a Nagy Kikindai Fejős Klára általános iskolából érkeztem hozzátok, és földrajztanár vagyok. A mai órán Szerbia vízrajzával fogunk szintén foglalkozni, de ezen az órán az Égei tenger és az Adriai tenger vízgyűjtő területével. Ahogy már megszoktátok, az óra elején egy kicsit megismételjük a tananyagot, és utána haladunk az új anyaggal. Hát akkor nézzük, folyó elemei, azt mondtuk, hogy a folyó elemei a forrás, a meder és a torkolat. A torkolatnak a típusai, tehát milyen fajta torkolat van, remélem most már tudjátok, hogy van az egyszerű, a tölcsér és a delta torkolat. Másképp készültem, tehát itt nagyon szépen látszik egy légfelvételbe, egy delta torkolat is. Ezt a képet pedig láttátok az előző órán is, a laplatának a tölcsér torkolatát. Mi a folyórendszer? Azt mondtuk, hogy a folyórendszer a fő folyó és a mellékfolyói, a folyóhálózat pedig egy területnek az összvízfolyása, folyása, ez, ebben a példán Szerbiának a folyórendszere. Mit nevezünk vízgyűjtő területnek? Azt mondtuk, hogy ez egy olyan terület, ahonnan az összfelszíni víz egy tengerbe, tóba, folyóba ömlik bele, állóvízbe vagy folyóvízbe, és ezt a képet is láttátok, ez a fekete tengernek a vízgyűjtő területe. Azt is mondtuk, hogy mi a vízválasztó, mondtuk, hogy az egy hegység, aminek a két oldalán, két különböző vízgyűjtő területbe folynak a folyók. Akkor nézzük ismétlésképpen még ezt a képet is, hogy Szerbia folyói mely vízgyűjtő területhez tartoznak, azt mondtuk, hogy a legnagyobb vízgyűjtő terület rózsaszínnel van, vagy lilás színnel van jelölve, fekete tenger vízgyűjtő területe, ez volt a múltórai anyag, a, mit, nem beszéltünk, az pedig az égei tenger vízgyűjtő területe, és a fekete tengernek a vízgyűjtő területe, és erről fogunk ma mesélni. Jó, hát akkor nézzük az Adriai tenger vízgyűjtő területéről, mit kell röviden tudni. Hát annyit kell tudni, hogy csak 5%-át képzi az országunknak a területének, vagyis ez az ilyen halvány, nem tudom, ilyen piszkos lila szín, ez jelöli az Adriai tenger vízgyűjtő területét. Igazából a Metohiai medencének a részén van, és a Drenica folyó és hegységnek a területén, Drenica hegység területéről. A fő folyója ezen a területen az úgynevezett Béli drim a Béli Dream folyónak pedig a mellék folyói, majd mindjárt mutatjuk, tehát ez a Béli Dream, a Pécska bisztrica tehát Pécs városánál folyik, a Decsánszka bistrica, Decsani városánál, a Mirusa, a Prizrenszka bistrica, tehát Prizren városánál, és a Klína, vagyis a Béli Drimnek a mellékfolyóját könnyű megjegyezni, mert nagyon sok biztica van, csak a városokkal kell összekötni, valamely városról már biztos hallottatok, az előtt is történelemből is, vagy mint kelő hely közelébe. Tehát a Pécska Bistrica, a Decsánszka bisztrica, a, a Prizrenszka bisztrica, a Mírusa és a Klína folyók, ezek a Béli a mellékfolyói. Hogyan is jut el ez a Béli Dream folyó az Adriai tengerig? Hát a Béli-Drim, tehát ez a metohiai medencéből jön, vagyis délfelé folyik, egyesül a Czerni-Drimmel, Albániából jön a czerni Dream, és amikor a két folyó egyesül, adják az úgynevezett Dream folyót. A Dream folyó a Skaderitóba ömlik, a Skaderitó vizét pedig a Bojana folyó szállítja az Adriai tengerbe. Vagyis ilyen furfangos módon jut el a béli Dream folyónak a vize, az Adriai tengerig. A Skadari tónak különben kriptodepressziója van, ez nem a mai óra anyaga, de annyit röviden róla, hogy a Skadari tónak a felszíne, ugye ha itt van, akkor tudni kell, hogy kriptodepresszió azt jelenti, hogy a tónak a felszíne a tengerszintjénél magasabban van, maga a tónak a medre meg a tengerszintnél alacsonyabban van. Tehát ezt jelenti azt, hogy kriptodepresszió. A Mirusa folyó az egyik mellékfolyója a Béli Drimnek. Azért választottam a Mirusáról egy pár szót mondani, mert nagyon-nagyon szép folyó. Úgy szokták mondani, hogy Szerbiának a Plitviceje, vagyis itt azt mondja, metohia ugye? Miért metohia plitviceje? Azért, mert a plitvicei tavakon is ilyen zuhatagok vannak, tehát úgy esnek ezek a vízesések, hogy ilyen lépcsőzetesen zuhatagosan. És itt két kilométer hosszan, több mint 16 tó helyezkedik el, és nem több, hanem 16 tó helyezkedik el, 250 méter tengerszint feletti különbségekkel. Úgyhogy el tudjátok képzelni, hogy milyen gyönyörű látvány ez, amikor egymás után zuhatagok vannak egymás után, egyik tóból a másik tóba és ezen az oldalon, amit ide fölraktam, megnézhettek, rengeteg kép van erről a Mirusa folyóról, és az uhatagokról. Én egyiket hoztam csak, hogy az egyik gyönyörű képet, szinte hihetetlen, hogy országunkban ilyen gyönyörű vízesések vannak. A, tehát az Adriai tenger területe ilyen kicsi, és mondom, könnyen meg lehet tanulni. A másik vízgyűjtő terület az égei tenger vízgyűjtő területe. Az égei vízgyűjtő terület, tenger vízgyűjtő területének a folyói ilyen rózsaszínnel vannak jelölve. Ezek a folyók, itt van mutatom, tehát ennek a folyónak az a neve, hogy Pcsinya. A másik Bulgária határánál ez a Dragovistice folyó. Itt van a Lepénac folyó. A Lepénac folyó a Kacsaniki szoroson keresztül halad át, Makedónia felé, és a Nerodimka folyó. A Nerodimka folyó pedig uh, kis csillagocskát rakta, mert a Nerodimka folyó egy nagyon különleges folyó. Miért különleges folyó? Mert ez egy olyan folyó, aminek a vize kettő vízgyűjtő területhez tartozik. Azt mondják, hogy a világon még csak egy ilyen folyó van, aminek a folyója két vízgyűjtő területhez tartozik, milyen módon? Úgy, hogy a nerodimka az egyik ágán keresztül belefolyik a lepénac folyóba, és a Kacseniki szorosan ugye tovább megy az égei tenger felé, a másik ága pedig a szitnica folyón keresztül belefolyik majd az Ibarba, az Ibaron keresztül a nyugati Moravába, és utána ugye a Nagy Moravába, a Dunába és a Fekete tengerbe. Tehát ez az érdekesség, hogy a Nerodimka folyónak Bifurkációja van, tehát ezt jegyezzétek meg, ezt a, ezt a szót, mert ez egy fontos uh, fogalom. Uh, igazából azt mondják, hogy csatorna rendszerrel uh, csinálták. Itt kérdés volt, hogy természetes vagy nem természetes, és akkor megegyeztek, hogy a természetes feltételek olyanok voltak, hogy nagyon könnyen lehetett belőle uh, megcsinálni ezt, hogy két részre is, két vízgyűjtő területhez is elfoljon. És akkor nézzünk egy pár gyönyörű vízesést országunkban, tehát nálunk nagyon sok vízesés van. Az elsőt épp úgy kezdem, hogy a legmagasabban fekvő vízesésünk épp a Kopornikon van, az a neve a ki vízesés. 71 méterről zuhan le, de érdekesség az, hogy nagyon későn fedezték fel. Úgy el van el olyan rejtve a Kopernik hegyben, hogy csak 1989-ben találták meg, hogy nekünk van egy ilyen vízesésünk. Ezen kívül ezen a képen a Ripálka vízesés látszik az Ozren hegyen, Kelet-Szerbiában. A Beljanicski buk, a Beljanica hegység is Kelet-Szerbiában van. A következő egy érdekes folyónak a vízesése az a neve, hogy Vrelo folyó, és a Vrelo folyónak a másik neve, hogy évhosszúságú folyó. Hát akkor milyen hosszú lehet ez a folyó, ha évhosszúságú? ez a folyó 365 méteres, tehát nagyon-nagyon rövid folyó, és mielőtt a drína folyóba beletorkolna, ilyen gyönyörű vízesést alkot. Ez a kép pedig a Veliki Buk, Lisine, ez is Kelet-Szerbiában van, a Reszavai barlang közelében, úgyhogy ez is egy gyönyörű vízesés. És hoztam még egy érdekes vízesést, ez a Tupavica vízesés, vagyis Tupavica, a Stara Plajdinán, szintén Kelet-Szerbiában, azt mondják, hogy ezt a vízesést érdemes tavasszal, ősszel látogatni, amikor legtöbb vizet hoznak a folyók és bővízük. Ez a vízesés, de nem ritkán télen is érdemes meglátogatni, mert nem minden télen, de legtöbbször befagy. Úgyhogy ez a Tupavica vízesés, amikor befagy, így néz ki, azt mondják, hogy a hegymászók szívesen még másszák is, tehát ilyen sportot űznek belőle, úgyhogy mondom, tavasszal, ősszel, télen látogatható, nyáron is, csak akkor kisebb a vízhozam. Jó, és akkor ezen az oldalon pedig megtalálhatjátok a vízeséseknek a listáját, rengeteg képpel, úgyhogy megnézhetitek azt is, hogy ugye milyen vízesés van még, rengeteg van Szerbiában, tehát én csak egy párat hoztam. Nézzük meg akkor a folyóknak a gazdasági jelentőségét, tehát azon kívül, hogy mi szeretjük őket látni, gyönyörű vízesések vannak rajta, turizmusra alkalmasak, de a folyóknak más gazdasági jelentősége is van. Mindenképpen a hegyi folyók, mivel nagy esésűek, bővizőek, energiatermelésre ideálisak. Hajózás sem előzhető, gondoljunk bele a Duna folyóra, ami ugye végighajózható országunkba, és ez ugye egy turisztikai látványosság is azért is raktam ide fel még egy linket, uh, itt a magyarul van egy, egy rövid film, a Vaskapu hegyszorosnak a keletkezéséről, uh, végighajóznak a Vaskapu hegyszoroson, és érdemes megnézni ezt a videót is. Hát a folyókból ugye locsolásra is, csatornákból is, meg folyókból locsolhatjuk a földeinket, Horgásznak az emberek, úgyhogy nagyon-nagyon sok jelentősége van. Biztos, tényleg nektek is eszetekbe jut még valami, ami a folyó gazdasági jelentőségéhez tartozik. Hát akkor, ahogy megszoktátok, egy kicsit ismételjünk is. Tehát akkor nézzük, hogy a, ott illesznek számok, és akkor megnézzük, hogy melyik számok jelölik a, a térképen, melyik szám melyik folyót jelöli. Ez az óra, ez az ismétlés, ez az előző óra, és ez az órának az ismétlése közösen. Itt a legnagyobb folyók vannak bejelölve. Akkor az egyes folyó, remélem, hogy ti is azt mondtátok, hogy ez az úgynevezett Tisza folyó. Kettes folyó a Dunába torkolik, és ennek az a neve, hogy Temes. Hármas folyó, aki azt mondta, hogy ez a Duna annak igaza van, tehát ez a Duna folyó. Itt csak egy részét mutatja természetesen, Batinánál, Batinánál jön be az országunkba, és végig halad, ugye, tehát a Duna sokkal hosszabb, csak a nyíl az rövid. Jó, következő. Megint egy nagy folyó, határfolyó, bosznia hercegovina és Szerbia között, természetesen ez a Drína folyó. Az ötös folyó, hát egy olyan folyó, ami csak a mi országunkban van, tehát nem jön külföldről, vagyis ez a Nagy folyó. Következő, föntről mutatja a nyíl, a mellék folyó a a nyugati morava, nyugatról jön. Ez a folyó aranyba gazdag, múltórán is mondtuk, ez a Timok folyó, vagyis aranyat lehet találni, hogy mennyire gazdag, nem tudom. Következő folyó, erre egy útvonal is megy, az az Ibar, ugye Ibari Ibar út, tehát ez az Ibar folyó. Következő folyó, a 9-es folyó, ez a Déli Morava. A 10-es folyó, egy, egy gyógyfürdő is van a közelébe, ez a Nisava folyó. Akkor nézzük a mai óráról. Ez a folyó, ahogy látom, éppen a Lepénac, nem? Bölidrim? Rosszul látom, rosszul látom. Tehát én ide tehát itt a Bailey Dream, ami egyesül a Dream-mel, és itt van a Lepenac folyó is. Na, ismételjünk tovább, mit jelent az, hogy bifurkáció? Azt mondtuk, hogy a bifurkáció olyan jelenség, amikor egy folyó két vízgyűjtő területhez tartozik, és ennek nagyon jó példája a Nerodimka folyó. Hát akkor itt felsoroltam egy pár folyót, nektek kell megmondani, melyik a kakuktojás. tojás. Pecske bisztrica, decsánszke bisztrica, kléna, jádár, mirusa. Jusson eszetek hogy azt mondtam, hogy ennél a kettőnél ugye van még a prizrenszke bisztrica is, amit nem raktam ide, tehát hogy hol van. A, a mirusánál meg vízeséseket, tehát mutattuk a, a zuha tagjait, aki azt felelte, hogy itt a jádár folyó, akkor igaza van, mert a jádár folyó a dréna folyóba ömlik. Még egy feladat, itt nem a folyót kell, hanem melyik vízgyűjtő területhez, hogy gyakoroljuk a vízgyűjtő területeket is. Tehát mellé kell írni, hogy melyik vízgyűjtő területhez tartozik melyik folyó. Tehát kezdjük avval. A pcsinya, segítek egy kicsit, tehát délen van a pcsinya, aki azt mondta, hogy az égei tenger, annak igaza volt. A Nisava folyó, a Nisava folyó belefolyik a déli moravába, ennyi segítségetek van, tehát végig a déli morava, nagy morava, duna, és a Duna elvezeti a fekete tengerbe. Következő a Béli Dream, megnyomtam idejébe, ugye Adriai tenger, vagyis a Béli Dream, Czerny Dream, Dream, Skaderito, Bojana folyó, fekete te, uh, Adriai tenger. Na, itt vissza, remélem nem láttátok, a Nagymorava folyó, ugye a Nagymorava folyó a Dunába, és azt jelent, hogy a Fekete-tengerbe. A Lepenac folyó, segítek, itt van, tehát a Lepénac folyó belemegy a Várdár folyóba, és azt jelenti, hogy ez az égei tengerbe. Az Ibar, itt az Ibar, nyugati morava, nyugati morava, nagy morava, nagy morava, Duna, Duna, fekete tenger, és maradt a Pécska Bistrica, Pécska Bistrica, ugye az Adriai tenger, vagyis bele a Béli Dreambe, Béli a Cerni Drimbe, Drimbe, Skaderitó és a Bojana folyó. És köszönöm a figyelmet.